A digitalizációról, annak fontosságáról és ezzel kapcsolatos statisztikai adatokról beszélgetünk a következő percekben Somogyi Zoltán szociológussal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A közelmúltban megjelent egy tanulmánya, lehet így mondani, ugye, amit az interneten olvashattunk, ami hát eléggé szomorú számadatokról szól már, ami az európai rangsorban elfogadt helyünket illeti, miközben még egy évvel ezelőtt a 7. helyen voltunk, most a 12. helyre csúsztunk vissza, és ez még a jobbik helyezésünk, sok más van, amelyben 20 fölüli helyezésünk van az unión belüli rangsorban. Miért lehet ez, miközben azért tapasztalunk pozitív dolgokat is. Van már ügyfélkapu, van kormányablak, van sok minden, amit most a digitalizációnak erről a területére beszélünk, ugye? Hónapok óta dolgozunk egy csapattal, és ez egyébként a Polgári Platform közössége, mert korábban is voltak egyéb olyan akcióink, amikor valamilyen komolyabb társadalmi jelentőségű dologra próbáltunk rávilágítani, és azért dolgozunk hónapok óta, mert a digitalizmus tekintjük az egyik legfontosabb, most fókuszpontba kerülendő dolognak a politikai életben, ami ráadásul adott esetben politikai közösséget is építhet, tehát nem a konfliktust építi, hanem közösséget építhet a politikai szereplők között, mert hát ki nem akarna a választóknak jobb szolgáltatást adni olcsóbban. Azt látjuk, hogyha Magyarország komolyan venné a digitális irányt, akkor a nemzeti költségvetésből minimum 5-600 milliárd forintot lehetne megtakarítani évente, amit az egészségügy, az oktatás fejlesztésére és egyéb helyekre lehetne szánni. Miközben egyébként bárhova nyúlunk a digitalizmus területén, mind az ország fejlesztéséről szólna. Sorolhatnám a példákat, hogy mi mindent lehetne tenni. Mondok egyet, itt van az egészségügyi tárhely, amit EST-nek ismer mindenki, hogyha az EST-t megfelelően fejlesztenék, vagy már az alapból is megfelelően fejlesztették volna, akkor fel lehetne tölteni erre az egészségügyi oldalra az összes leletet, mindenféle képalkotó eljárást, és ha ez így lenne, akkor a beteg-orvos kapcsolatok, betegházi orvosok kapcsolatok, azok elindulhatnának egy videócsetes irányba, tehát, hogy 5-10 percre nem be kellene menni a házi orvoshoz, hanem megtalálnák egymást, úgy, hogy a beteg otthon van, az orvos pedig Mi főleg most a járvány, de ezzel időszakban miért betegenként fontos? Lehetne megtakarítani 15-20 perceket, sokkal több beteget lehetne kezelni, lehetne elmondani nekik, hogy mi a problémájuk, a telemedicina irányába elmehetne a szolgáltatás, vagy mondjuk az oktatás területén nem 8-10 kilós iskolatáskákat kéne vinni a gyerekeknek be az iskolába, hogyha elindulnánk a digitális oktatás felé. Amire egyébként korábban volt egy 35 milliárd forintos program, de aztán kiderült, hogy ebből 35 milliárd forintból nem sikerült meg felfejleszteni rendesen a digitális oktatást. Részeredmények azért vannak, mondjuk az EST-ben is több minden működik, én magam is tapasztaltam, de nyilván lehetne sokkal jobban is. Ez az 500... nagyon jó, bocsánat, az igen? Egy nagyon-nagyon jó példa, ne felejtse a szállt elnézést, nagyon-nagyon jó dolog, hogy az EST-vel megmutattuk, hogy mi mindenre lenne alkalmas a digitális infrastruktúránk, ami megvan. Megvan az hogy alkalmas arra az ország, hogy a kormány megfelelő szolgáltatásokat adjon. Ahogy látszik is, hogy az adó meg a járulékbevétel területén nagyon is hatékonyan működött ez a kormányzat, ott tényleg ki is pipálhatja, hogy milyen hatékony eszközök kell évente több mint 4000 milliárd forinttal többet tud begyűjteni, de ugyanakkor ezt vissza lehetne adni a szolgáltatások területén. Mondok egy példát, évtizedek óta hallgatjuk, hogy politikusoktól, ha valami döntést hoznak, hogy társadalmi egyeztetésen volt az a téma, ugye? Most a társadalmi egyeztetés arról szól, hogy megkérdeznek nekik kedves civil szervezeteket, amelyek aztán valamit válaszolnak. Ma már bőven alkalmas a világ arra, és működik is más országokban, hogy amikor egy törvénytervezet elindul az útjára, akkor ezt egy teljesen jól követhető módon véleményezhesse bárki egyébként, aki hozzá szeretne szólni. Erre most ilyen pillanatban az infrastruktúra megvan, de a szolgáltatás minősége még nincs. Ez egy anyagi kérdés, gazdasági kérdés, vagy elhatározás, politikai döntés kérdése? Mi mondtad, 500 milliárdos spórolást, mennyit kéne ezt befektetni? Ez politikai szándék kérdése, mert az 500 milliárd forintnak egy jókora része, és minimumot mondunk, mi minimumot állítunk, hogy 600 milliárd forint. Annak egy jókora része az a korrupciónak a megszüntetéséről szól. Tehát az a helyzet, hogyha a digitális közbeszerzést komolyan venni az ország, komolyan vennék a politikusok, akkor abban a pillanatban 100 milliárd forintokat lehetne a normális közbeszerzésen keresztül megfogni.
fogni, mert ott meg lehetne fogni a korrupciót. Innentől kezdve ez nyilván politikai szándék kérdése, de a kormánypárti politikusoknak talán kevésbé érdeke, ellenzéki politikus meg nyilván ellenzékből mindig támogatná. Miközben, ahogy mondta, az adó és árulék beszedés terén nagy előrépés van, tehát minket, kis embereket, kis vállalkozókat remekül ellenőrzi már ugye az elektronikus számladás kötelezettség és minden egyéb. Ami nem baj egyébként. Tehát a pénzbevétel oldalán... A gazdaság kifejlítését szolgálja. Igen, csak mi azt mondjuk, hogyha tényleg 1000 milliárdokat szed be a pénzbevétel oldalán azzal, hogy professzionálisan működik, akkor szállja ezt a szolgáltatásokra is, mert szolgáltatások területén bárhova nézünk. Muszáj témához kapcsolódóan még egy aktuális témáról beszélni, másfél percünk van. Ugye az Európai Unió 300 milliárdot szán a következő években a digitalizációs program fejlesztésére. Magyarországon is van ilyen szándék, van egy újonnan feltűnt, vagy újra feltűnt vállalkozó, ugye Gattyán György, aki kifejezetten most már az internetet elárasztó módon óriási kampányba kezdett a digitalizáció kapcsán, valami nagy dobásra készül, még az pontosan nem került nyilvánosságra, hogy milyen téren. De hát ugye az ő neve kapcsán most itt felmerült egy esetleges pártalapítás, vagy a választásokban való részvétel kérdése, és mit gondol erről? Ugye az ellenzék részéről voltak már ilyen kis bizonytalan és tartózkodó megnyilvánulások, mennyiben befolyásolhatja hát ugye a választások? Mi hónapok óta heted magammal dolgozunk annak a digitális kormányzás tartalom előállításon, tehát több száz oldalnyi tanulmányunk van, ami aztán az Indexen két részletben jelent meg egy hosszabb cikkben, és amikor megjelent Gattyán György, akkor egyrészt örültünk, hogy felvetette a témát, aztán látva a dolgot azt mondom, hogy kiválóan kiegészítjük egymást, mert ő ilyen félperces, egyperces videókban hívja fel a figyelmet egy problémára, aminek a részleteit nem annyira magyarázza el. Úgy érzem, hogy a mi anyagaink, a mi munkánk pedig ezt segíti elmagyarázni, meg segít utat is mutatni. Egy kérdés, csak nem akartam nagyon mélyen belemenni a politikába, de mit gondol arról? Márki-Zay Péternek van igaza, aki hát mondjuk, hogy nem pozitívan ítéli meg az ő szerepét, és inkább a kormányzati oldal és az támogatását és az ellenzék megosztását szolgálónak tekinti a fellépését, vagy másként látja? Nézze, nekünk az ügy a fontos. Tehát, hogyha az ügy olyan irányba mutat, hogy megvalósulhat Magyarországon, mindenki, aki ebbe az irányba mozog, jót cselekszik. Nyilvánvaló nem szabad eljátszani, hogy valaki esetleg komolytalanul lép fel a színpadra, és nem mondja el igazából a tartalmi részét a dolgoknak, az biztos, hogy nem helyes. És egyébként még valamit, bárki is lesz kormányon 2022 után, csak kormányzattal együttműködve lehet a digitalizmus fejleszteni. Somogyi Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam mindezt.